Na csácsú, mi csinálta ezt a csokoládét? Szevasztok gyerekek, kipar jelentkezik a legelső Szántó verseny videóval. Egyébként ez a Szántó verseny, az annyira tré ez a cím. Találjunk már ki valami jó címet, valamit írjatok, hogy mi legyen ennek a sorozatnak a neve. Már nem a Szántó verseny legyen, mert ez annyira olyan hülye hangzik, nem Szántó verseny, Szántó, olyan, mint a Szántók versenyeznének. Nem tudom, vagy valamit találjatok ki. Na, írjátok le, hogyha van ötletetek, akkor mi legyen ennek a sorozatnak a címe. És akkor aki a legjobb címet adja, azt ki fogom választani, és akkor az lesz, és visszamenőleg is át fogom nevezni ezeket a részeket. Tehát még kettő darab van, úgyhogy nem sokat kell átnevezni visszamenőleg. Na, nagyon sokan írtátok, megint a komment szekcióra hivatkozok, már minden felelősséget áttolok felétek, hogy nagyon szívesen megnéznétek a Rába 180-as és a T150K párharcát, párviadalát. És mindig azt fogom csinálni, hogy a komment szekcióban fogom kiválasztani a leginkább népszerű párost. Ugye traktorpárosokat kell írni. De most itt gondolhatjátok, hogy milyen traktorpáros képer? Hát itt meg három jármű van. Egyébként itt mindig ezzel fogunk kezdeni, és akkor megmutatom ugye, hogy 180 lóerő, 180 lóerő, és 180 lóerő, ez egy tök jó, ideális. Elvileg ugyanolyan gyorsan kéne végighúzniuk, ugye. És megmondom őszintén, hogy nem fogják. Szerintem. Marhára nem fogják végighúzni egyszerre, mert teljesen más járművekről beszélünk. És akkor meg is mutatnám, hogy ez hogy fog zajlani. Kiszállok ezt, hogy gyorsan végigfutok, gyerekek. Első. Természetesen dupla kereket fogunk használni. Mindig a legnagyobb tapadást adó kereket fogjuk használni, ami reális. Tehát most, hogyha egy modnak le van olyan, hogy ilyen 80 kerék van, akkor nem fogjuk azt használni, hanem amit valóságban használt. Rába 180-asnak van olyan opció, és használt is olyat, hogy dupla kerék, ugye? Igen, ikerkerekeket így fogjuk használni. Nincsen nukos új, semmi súly nincsen. T150K. Elejére nem lehet súlyt felfüggeszteni, hátuljára meg nem igen lehet megint, mert ugye ide csatolódik aztán így. Nem hülyén néz neki, hogy nem. Így oldjuk meg. Viszont hoztam még egy rábat, amire raktam én súlyt. A legnagyobbat, a 330 kg, 3,5 tonnás majdnem súlyt, és arra gondoltam, hogy akkor ezeket a járműveket fogjuk összehasonlítani. Mindenképp ugye ez a kettő a pár viadal, amiatt, mármint ők a relevánsak, mivel ugye egyiken sincs súly, és ha egyikre nem lehet rakni súlyt, akkor másikra se rakok súlyt, értitek? Akkor ez így legyen, azért legyen valami egyenértékű esélyekkel, vagy egyenlő esélyekkel induljon ez a kettő jármű, ne az legyen, hogyha mondjuk megpakolom súlyjal, amelyikben lehetséges, akkor az fog nyerni, na, értitek? Ja, oké, hát ezt jó elmondtam, de miért hoztam akkor ezt ide? Azért, hogy megnézzük, hogy mennyit jelent a súly a játékban. Oké, nem húzom tovább az időt, beülök ebbe, és akkor most automata motorindítást bekapcsoltam, hogy annyit kelljen csinálnom, hogy tabbal végigválogatom, és nyomok egy hát, értitek, ennyi volt. És akkor körülbelül szinte egyformán indultak át, megyek a középsőbe. Oh! Gyarmékaim az urban, na mi történik? Ne vág, nem hiszed el! Megindult a T-150 Kang. Viszont oda nézzé, álljál meg. A súlyjal ellátott 180-as rába viszont nagyot húz. A súly nélküli 180-as rába még a leginkább hátul van. A súlyjal ellátott 180-as rába, nézzétek, 5 km/h húz. A súly nélküli rába az meg rúg, mint disznó a tükörjégen, gyerekek. 0 meg 1 között, hát nem tudja húzni, nem bírja elhúzni. Nem tud, nincsen tapadás, mert nincs súly, és én mindig erről beszélek már a spintályoszos időkből től kezdve, hogy ha nincsen súly, nincs tapadás. Amikor egy rakottan egy teherautó ugye könnyebben elközlekedik, mint amikor például látjátok, hogy a bebicskázott kamionok az emelkedőn ott vannak benne az árokba, a hóba, és az amiatt van, gyerekek, mert nincs rajt súly. Amelyikor nincs rajt súly, akkor még inkább nem tapad, ha súly van, igen. Ő 3-mal húz, ugye ő nem olyan rossz, súly nélkül megy, úgyhogy úgy hasonlítjuk össze őket, hogy a súly nélküliek. De hogyha megfigyelitek, oda nézzetek, ha már rakod a súlyt ugye a járműre, ha rá tudod pakolni, és ez legyen örök tanulság,
akik játszanak ezzel a játékkal, hogy mentek ki szántani, meg mentek ki dolgozni, amikor nagy vonóerőket rakjátok rá azokat a rohadt súlyokat, nem disznek vannak a játékban, hanem azért vannak a játékban, hogy megnöveljétek a tömegét a járműnek, és emiatt ugye nagyobb tapadást biztosítsatok a kerekeknek. Ugye? Ugye gyerekek? Ugye gyerekek? Oda nézzetek! Hát ő meg itten tényleg mint a disznó a tükörjégen, hát beszartodné. Hát nem tudja elhúzni, eddig nem húztuk 20 métert, nem húztuk ezt a nyomorult ekét ebbe a szerencsétlen földbe. Egyébként a T-150K hősiesen küzd, és ne felejtsük el, hogy ő rajta nincs súly. Ő úgy húzza ezt az egészet, úgyhogy mindenképpen nem a súlyjel ellátott lesz a mérvadó, mivel őnek szegény T-150K-ra ugye nem raktunk súlyt, viszont ugye súlyjal meg ő nyer, ő neki ugye helyzeti előnye van emiatt, de így legalább megláttuk, hogy ennyit jelent a súly, gyerekek. És akkor ezután, mivel látjuk, hogy ennyit jelent a súly, mindenképpen úgy fogjuk csinálni, ha a versenyeket, az egymással versenyzőgépeket, hogyha van opció, hogy mind a kettőre rakjunk súlyt. Az elejére, és csak is az elejére, jó? Oké? Okay? Nem mahinálunk semmit. Egyébként a csatoló, ami van, tudjátok, ami pontra csatol, nem a három pontos. Hogyha ráraknám az ekére, a súlyra nem lehet ráakasztani, megpróbáltam, tehát nem tudjuk azt megcsinálni. Viszont akkor, ha van olyan opció, hogy rakhatunk súlyt, csak akkor fogom használni, ha mind a két traktornál ez opció. Értitek? Hogyha csak az egyiknél, akkor nem lesz, nem fogok ilyen helyzeti előnyt adni neki, mint mostan rábának, mert oda nézzetek. És tényleg nem, semmi különbség nincs a két rába között, nincsen lóerő különbség, nincsen semmi. Csak annyi, hogy ezt a büdös súlyt ide tettem az elejére, és ennyit jelent, gyerekek. Ez meg oda nézzé, hallod? Ez meg már... Hát ez csodálatos. Egyébként ennél jobban most ez nem sikerült reprezentálnom azt, hogy mennyire fontos a tömeg. A tömeg adja meg, gyerekek, a tömeg. A tömeg adja a tapadás nagy részét, ugye. Ugye a tapadás az két dologból épül fel. Egy a felület nagyságából, kettő a nyomásból. Ennyi. És akkor ennyi. Ennyi a tapadás, ugye. Ő meg itten ugye nincsen neki, hiába ugye van, ugyanakkor a felületen érintkezik a talajjal, mint ugye a súlyjel ellátott, de ha nincsen neki nyomás, ami lefele nyomja ugye a talajra a kerekeket, akkor hiába. De ő, egyébként ő nagyon szépen küzd, és annak ellenére, hogy ő súlyjal egyértelműen meg fogja nyerni, hát nézzétek, micsoda különbség van, ő súlyjal egyértelműen meg fogja nyerni, de én mindenképp akkor is a T-150K-t szeretném most kihozni, a versenybe győztesnek, mivel akkor egyenrangú a küzdelem, mert ő rajta sincs súly, oké? Okay? Gyerekek, tudom, nagyon, igen, rába az Isten, meg mindenki tudja, mindenki, aki nézi, te is, meg én is, aki én veszem fel, meg ott, aki ülsz, büszkék vagyunk rá, király, minden, lehet rá a súlyt rakni, nagyon szuper, örülünk neki, meg is tudja nyerni, ugye, le tudja nyomni a T-150K-t, viszont úgy nem tudja lenyomni, hogyha nem rakjuk rá azt a böszben a súlyt az elejére. De viszont így meg igen. Úgyhogy ez tényleg. De én mindenképpen szeretném minden gépnek megadni az esélyt. Egyenlő esélyekkel induljanak, ugye? Pillanat, gyerekek, várjatok, annyi, hogy ő ezt meg is állítottam itt, őt bejárt. Ő meg már talán vagy 30 métert is mentünk, úgyhogy tök jó. Hát most meg még egy kicsit meg is állt, jó, mindegy. Ő neki szerintem annyira mindegy, nézzétek, szegény. Hát hú, mint a disznó a tükörjégen, igen. Ő neki, a madarak, gyerek, a csiga megelőzi szegényt. És ő viszont súly nélkül, nagyon szépen dolgozik. Viszont most tényleg, én nehogy ebből, de viszont legyen, tudjátok mit, legyen vita. Mindig azt mondom, hogy ne vitatkozzunk. Hát legyen vita. A vitatkozás az egy kommunikációs forma. Mindenki írja meg, hogy vagy írjátok meg, hogy mi a véleményetek. És nyugodtan, kultúrált keretek között lehet vitatkozni, hogy melyik jobb gép. És ez szerintem nem is baj, hogyha megvitatjuk. Na, annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy én, igaz, hogy rába itt a szívem csücske, de én úgy érzem, hogy a valóságban is ugye a T-150K azért valószínűleg, hogy egy ilyen szántáskor, aki meg dolgozott rajta, azoknak a véleményét mindenképpen írjátok meg, hogy
Szerintetek, ha mind a kettőn dolgoztatok, akkor főleg akkor meg tudjátok mondani, hogy melyik tudná jobban húzni mondjuk a zekét a valóságba. Én megmondom őszintén, annak ellenére, hogy ugye azért a lába az a szívem csücske, annak ellenére én azt mondom, hogy valószínűleg a Ruszki T-150K azért valószínűleg, hogy jobb lenne. Ugyanazokkal az esélyekkel, ugyanolyan körülményekkel, úgyhogy mint az egyiken sincs súly, és stb. Ugyanúgy dupla kerekekkel, meg minden ellátva. Hát ugye már szegény másik lába az nem is látszik. Őt már nem fogjuk megvárni egyébként, hogy beérjen. Viszont a T-150K nagyon harciasan küzd. Ugye ő rajta is, ugye, ha lenne súly, akkor természetesen több, nagyobb tapadása lenne. Ugye itt nem a lóerők döntenek ebbe a versenybe, és az benne a nagyon szép. Ha nem csak adatokat nézünk, hogy na, most ez 180 lóerő, ez 180, akkor pontosan olyan gyorsan fognak végérni, és ez valamilyen szinten szépsége a játéknak, hogy nem adatokként kezeli a gépeket, és tényleg nem csak az van, hogy ha ugyanolyan lóerő, akkor ugyanolyan gyorsan fog végigérni, hanem számít az is, hogy mennyi tapadás van. És ez itt utolérhető a játéknak, az van része is, hogy a játéknak van fizikája. Nagyon sokat fikáztam én is, meg ti is fikáztatok, meg mindenki szidja ugye a Farming Simulatornak a fizikáját. De ugye itt lehet utolérni, hogy igenis van neki fizikája, mert rettenetesen sokat jelent. Hát ott pihen már rába mióta, a másik rába még itt ott sincs, és pedig csak annyi különbség van, hogy súlyt raktunk rá. És ugye ez emiatt nagyobb lett a tömege, és jobban tapad. Jó van, hát ő is lassan beér. És ő meg már végzett. Ő meg még mindig vindisznó a tükörjégen, ugye. Várjatok, kiszállok egy pillanatra. Hát megnézem ezeket így hátulról, ezeket a szekfejeket, hogyan próbálja. Ójjaj. Gyerekek, hát nem nyerő. Hát igen, gyerekek, ez... Elesett a haza, úgymond. Hát egy ilyen kis lassított felvétel, de hogy rángatja, hogy beremeg az egész gép, ahogy próbálkozik, folyamatosan rúgnak a kerekek. A lóerő ugye megvan, tapadás nincs tömeg ő nála. Sajnos. Ő meg szépen, komótosan beért, esetleg valószínűleg nagyobb tömegű is a jármű, vagy esetleg a kialakítás, a súlyelosztása ugye nagyon sok mindentől függhet, hogy a tapadás az hogy érvényesül, nem csak magától a tömegtől is, hanem ugye a súlyelosztástól is, például neki elő van a motorja, jobban előre terhelődik, mind a négy kerék egy kicsit jobban tapad. Oké, ő is bejött. És a másikat meg nem fogjuk megvárni. Na, nagyon tanulságos volt a videó, többek között ezért is jó volt kipróbálni súllyal és súly nélkül is egy járművet, hogy milyen drasztikus különbségek vannak, látjátok? Ez tényleg nagyon érdekes volt. Na, akkor jöjjenek az érvek, a viták, mindenki kulturál keretek között azért próbálja meg kifejteni, aki gondolja, meg írjatok járműpárokat, mindenképpen a komment szekcióból fogom kiválasztani a következő járműpárt, akik ugye küzdeni fognak. Nagyon szépen köszi figyelmet, jók legyetek, csumi csőtészta!